Manapság egyre trendibb retro vagy antik tárgyakat gyűjteni, ami a bolygónknak jót tehet, azonban az egészségünkre komoly kockázatot jelenthet. Atka, ágyi poloska vagy penészek néhány kellemetlen dologgal, amit akár a régiségekkel együtt a lakásunkba hurcolhatunk, hogy ezek milyen veszélyt jelenthetnek számunkra, és hogy hogyan tudjuk őket kiküszöbölni, arról beszélgetünk most dr. Mangó Gabriellával. Jó estét, szia! Jó estét kívánok! Szervusztok, és a nézőket is üdvözlöm. Majd kíváncsi leszek, hogy a beszélgetés végére hány ember fog felhívni benneteket, hogy vakarózik, mert ezek a témák pont olyanok, amit a bőrgyógyászat idején, mikor tanultunk, úgy mentünk végig a buszon utána, hogy gyakorlatilag az előadóban is már elkezdődött a vakarózás. Nyilván ezek mind-mind ilyen bőrre ható dolgok, és hogy mikor kell esetlegesen erre gondolni, hogy akár egy poratka, akár esetleg egy bármiféle olyan élősködő, ami mondjuk egy ágyi poloska, hogy az az ágyunkban megbújt, pedig hát úgy gondoltuk, valami kincset vettünk. Ezek nagyon izgalmas dolgok. Bocsánat, most nem azért vakarózunk, mert remélhetőleg nem azért, mert ágyi poloska bújt a ruhánkba, csak hogy a mikrofonban majd egy kicsit közelebbről kéne beszélni, mert akkor talán még a nézők is még jobban hallanak téged. Viszont, hogyha nekiindulunk képzeletben egy bolhapiacnak, és veszünk egy régi fából készült tárgyat, mondjuk egy képkeretet, vagy egy komódot, akkor még nem is említettem, a szú az, ami itt elrejtőzhet a fában. Egy szú az mondjuk mekkora problémát tud okozni az otthonunkban? Egészségügyit nem. Tehát szú az egyáltalán nem, hát perceg, de esetleg, hát perceg, mondjuk ha a gerendát megrágja, mert ugye az a fa dolgokban aztán megy szépen terjed, és a gerendát, hogyha veszélyezteti, akkor esetleg a fejünkre omlik a tető, tehát így előfordulhat. Tehát ennél sokkal inkább jelent problémát szerintem, oké, hogy poratka, meg oké, hogy az ágyi poloska, ezekről mindenféleképpen beszélni kell, de nagyon kell arra figyelni, például ha autót vásároltok, vagy régi bútort vásároltok, dohány illata van-e, dohány szaga van-e, kimutatták, hogy körülbelül a passzív dohányzás 60%-áért a dohányos embereknek a bútorzatának a továbbvitele a felelős. Képzeljétek el a gyerekeket. Tehát a gyerekek például így lesznek passzív dohányosak, de ez teljesen a poratkán és egyebeken kívül van. A poratka nagyon kellemetlen tud lenni, amiatt tud kellemetlen lenni, mert főként azoknak, akik felső légúti hurutos betegségekre hajlamosak, esetleg COPD-sek, esetlegesen van egy aszmájuk, ők ne vásároljanak nagyon régi bútorokat, sőt, hogyha lehet kérni, akkor azt mondanám, hogy télen is vigyék ki az ágyneműjüket, egy kicsit tegyék ki a hidegbe, kicsit szellőztessék át az egészet, nap érje az ágy. Nem őt, megmondom miért, mert a poratka az igazából úgy terjed, és úgy szaporodik, miből él? A bőrből. Belőlünk lehullott bőrsejtekből. Na most oké, hogy ebből él, de ettől megdöglene. Akkor él csak, hogyha a bőrsejtjeinknek a zsír felületét, vagy a zsíros részét egy penészgomba megemészti előtte. Kényes jószág. Így van, két kis jószág gyakorlatilag szimbiózisban élnek, és akkor a poratka így tud utána szaporodni, mert akkor az már megfelelő táplálék neki. Izgalmas dolog. Na most az a probléma vele, hogy nagyon szereti a nedves helyet, nagyon szereti az, és mit csinálunk éjszaka? Mindenki izzad, 3, 4, 5, 6, 7 decit folyadékot kiizzadunk éjszaka, főként például Covid után, amikor jellemző az éjszakai izzadás, vagy lázas megbetegedésnél. Nem elég a szerencsétlennek, hogy lázas, izzad, problémája van, még a poratkákat is szépen növeszti a nedves felülettel. Ezért van az, hogy például, ha kirakod napra, vagy hajszárítóval akár a régi bútorokat kicsit átmelegíteni, hajszárítóval végignyomni, azért a felületi részről a poratkákat elpusztíthatja. Napon az ágyneműt kirakod, akkor szépen kiszellőzik, kimegy belőle a páratartalom. Nem hajtod be rögtön az ágy, nem üdett reggel, hanem kicsit szellőzve hagyod lazábban, nem pedig úgy, hogy ahogy fogod, kibújsz, ott hagyod, mert akkor bizony ez a poratkának a meleg ágya. De hogyha mégis megtetszik nekünk egy bolhapiacon egy fotel vagy egy ágy, akkor ott a rugók között vagy a textilben ugye ott lapulhat az ágyi poloska, amit már említettél. Ez komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet, és hamar ki is derül, hogyha ott van, és ott alszik velünk.
Az ágyi poloskát meg úgy lehet észrevenni, hogy az petéket rak, és akkor a matrac és az ágykeret között fogtok találni egy milliméteres kis fehér petéskéket. Tehát ezt körbe kell nézni, vagy az ágynak az aljára bebújni. Gyereket bekülditek, nézzen körbe, fotózza le, tudod, mert némelyik idősebb már nem tud bemenni, vagy bemegy, de ott marad. Tehát, hogy unoka, megy szépen, takarít is egy picit, és akkor lefotózza, akkor ott van az ágyi poloska, és nagyon érdekes tüneteket csinál az ágyi poloska, amikor jön valaki olyannal, hogy ilyen érdekes több helyen szúrós sebek vannak, mintha póknak szokták mondani. Pók biztos megcsípett éjszaka, pók csípéssel szokták összekeverni. De láttam már olyat is, ami ilyen ekkora nagyságú körülbelül, és ilyen teljesen nagyon élénk rózsaszínű, tehát majdnem, hogy ilyen vérszínű csípéseket is csinálhat, és bőrtüneteket, tehát allergiás bőrtüneteket indíthat el. Össze is lehetne esetleg keverni ezeket a csípéseket, mondjuk eszünkbe juthatna az, hogy van esetleg egy trombocita szám problémája, egy vérlemezke szám problémája, de nagyon fontos, bárkinek ilyen problémája van, hogy a bőrével viszket, vakarózik, fáj, bőrkiütése van, forduljon orvoshoz. Volt nem egy olyan betegem, 2 évig kerestük, hogy mit csinálhatja a bőrtüneteit, de tényleg végignéztünk rajta mindent, hál' Istennek. Végül kiderült, egy vastagbéldaganat volt a háttérben, tehát mindenféleképpen eszünkbe kell jusson ilyen, hogy nem biztos, hogy az élősködő, hanem esetleg egyéb dolgoknak a kizárása. Ja, beszéltünk már itt arról, hogy mondjuk az ágyneművel mit kell tenni, de akkor a legjobb az, hogyha teljesen sterilizáljuk a lakásunkat naponta, hetente? Előbb-utóbb úgy is lesz. Tehát úgy is lesz. Arra kell figyelni, hogy időszakosan a kárpitos dolgokat azt át kell takarítani, nem szabad, hogy vizes legyen, nem általában ezek az élősködők azért az őszi-tavaszi időszakokat szeretik, akkor van belőlük a legtöbb, nem bírják nagyon a meleget se, a hideget se, tehát ezekkel kell őket valahogy arrébb paterolni a lakásból. A penész témát egy kicsit már említettük, viszont a penészes fal, az is nagyon komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Így van, tehát aszmásoknak, COPD-seknek nagyon fontos az, hogy legyen valami netszívó is bent a lakásban, ezt próbálják megoldani, vagy akár olyan festéssel, ami a penészgombákat elpusztítja, mert bizony aszmás rohamokat indíthat el, és nem igazán jó az ilyen közeg. Se gyereknek, se felnőttnek vigyázni kell rá. Akkor takarítsunk, igen, most hazamegyünk és takarítunk. Köszönöm szépen a hasznos tippeket. Én biztosan fogok most ilyen tízenek a majdnek. Megnézzük, hányan vakaróztak közben, úgyhogy szép estét mindenkinek. Köszönöm a beszélgetést. Sziasztok!